ez az álmom, ez a mindenem, tehát hétköznap is, ha nem is vagyok nyitva, akkor is jövök ki, mindig csinálok valamit, tehát mindig találok ki valamit a vendégeknek. Jó napot! Ja, szia, Csilla! Szia! Ja, de örülök, hogy megjöttél! A készpénz mentes zónával 2022-ben kezdődött az együttműködés, már akkor is rengeteg fenntarthatósági tippel tudtuk a hazai vállalkozásokat segíteni. Nagyon örülünk, hogy idén viszont már egy konkrét hazai vállalkozásnak a zöldítésével tudjuk segíteni a projektet, és most ezért vagyunk itt Sukoron. Itt készítjük a lángost, langalót azt már lesüttük, máma csináltunk mini kürtös kalácsot, amit majd tölteni fogunk. Azt tudom, mesélted, hogy az olajat azt már most elszállítják és újrahasznosítják. Így van. Esetleg a lámpákat is le lehet cserélni energiatakarékos ledízzókra. Köszönjük szépen, és annak örülnék, ha olyan lenne, igen, mert az eleve akkor nem használunk annyi áramot. A legtöbb dolog, amit meg tudnak tenni a vállalkozók a zöldítés jegyében, hogy megnézik a saját működésüket, hogy víz vagy energia tekintetében, hogy mi az, ami többet használ, azt tudják-e takarékosabb módra csökkenteni. Megnézni, hogy mennyi hulladékot, milyen típusú hulladékot termelnek, és azt megnézni, hogy esetleg ki lehet-e váltani újrahasználható eszközökre, esetleg újrahasznosított anyagokból készült eszközökre, vagy olyanra, amit utána később lehet anyagában újrahasznosítani. Például a szerves hulladékra kérdeztünk rá, hogy azt jelenleg hogyan hasznosítják, és mint kiderült, a tünde azokat hazaviszi a tyúkoknak, úgyhogy igazából ez is nagyon jól meg van oldva, és ennél környezetbarátabb megoldást igazából nem is tudunk mi sem ajánlani. Nálunk már kártyás fizetés, ahogy megindultam rá egy évre, már volt is, hiszen az sokkal tisztább, praktikusabb, nagyon szeretik nálunk. Nagyon sokan karórával, telefonnal jönnek fizetni. A vásárlói igény abszolút van a fenntarthatóságra, akár arra, hogy maga a termék vagy szolgáltatás, amit vesznek, az fenntartható legyen, vagy hogy egyáltalán egy olyan munkahelyen dolgozhassanak, vagy egy olyan vállalkozótól vásárolhassanak, ahol ez megjelenik, mint alapszempont. Zöldebbé a kinti részt is szeretnénk, tehát szebbé tenni. A vendégeknek ezért jó, hogyha olyan helyre jönnek, ahol zöldebb, barátságosabb. Nagyon pozitív tapasztalat a tündékkel való együttműködés, hiszen rengeteg dolog van, amit már amúgy is csinálnak és amúgy is odafigyelnek, tehát már a szemlélet abszolút megvan. Hasznos tippeket kaptunk a Csillától, amit meg is fogunk valósítani.